Jó estét kívánok, képviselő úr! Ma azt próbálta megtudakolni, hogy miért nem segít jobban a kormányzat a munkájukat elvesztetteken. A parlamentben erre olyan nagyon komoly választ Orbán Viktortól azt hiszem nem kapott, viszont felsorolt, hogy ön mennyi mindent szavazott meg az elmúlt, mit tudom, másfél évtizedben a parlamentben. Ez mindig az mutatja, hogy a kormány zavarban van, amikor visszatér a 2015-i időszakhoz. Ezt kénytelen is voltam szóba hozni, hogy az nagyon nagy baj, mondhatom azt is, hogy szegénységi bizonyítványa egy kormány 10 év kormányzás után 10 évvel korábbi elődjére mutogat vissza. Orbán Viktor két kérdésre nem válaszolt. Az egyik az, hogy hány munkanélküli van igazából, hiszen erről is össze-vissza beszél a kormány. A másik pedig az, hogy milyen segítséget nyújt a kormány ezeknek az embereknek. A egész Európa legrövidebb ideig járó és egyik legalacsonyabb összegű munkanélküli ellátásán kívül. És ez baj. Az egy komoly baj. Ugye itt emberek vesztik el a munkájukat. Egyébként avval kezdtem, és ez is nagyon lényeges, hogy szóba hozzam, hogy a kormány történelminek nevezett gazdasági csomagjáról az derült ki, hogy nemhogy nem állította meg a munkanélküliek megszüntetését, hanem ennek bejelentése után egy újabb elbocsátási hullám indult, most már újabb ágazatokban is. Elbocsátotta a Bosch 800 embert, a Wizer 1000 embert, két gumigyártó is több-több száz embert, és ez csak a sornak az eleje. Egy gazdasági felmérés szerint minden 8. vállalat már végrehajtott elbocsátásokat. Ehhez képest hát valóban az a helyzet, hogy a kormány azt sem tudja megmondani, hogy hány munkanélküli van tulajdonképpen. Igazából itt az az elgondolkoztató, amit előbb Farkas mondott, hogy amennyiben a piac nem talál erre lehetőséget, vannak állami projektek, amihez lehet csatlakozni, vagy a végső soron marad a közmunka a munkavállalók számára. Ugye a miniszterelnök egyébként az új elem volt, mert eddig erről sem beszéltek, és hozzáteszem, a közmunkára sincsen betervezve a gazdasági csomagba semmilyen forrás. A közmunkát az elmúlt években a kormány jelentős mértékben... Nagyon korrekt, a Farkas is azt mondta, hogy ha ez a helyzet, és idáig jutunk, akkor kell erről döntést hozni. Ez lenne a döntés, de hát akkor majd. De ez egy katasztrófa. Tehát ugye itt két probléma van. Az egyik probléma az, hogy nem kapnak a vállalatok közvetlen támogatást, vagy elég közvetlen támogatást a munkahelyek megtartásához. Bejelentettek egy intézkedéscsomagot, amit most menet közben finomítanak, de még mindig sokkal-sokkal kevesebb pénzt szánnak erre, mondjuk tized annyi pénzt, és sokkal nehezebb feltételekkel elérhető, mint akár Ausztriában, ami állítólag laboratórium, akár Németországban, vagy akár Csehországban, sőt Romániában is nagy lelkűbb ez a támogatás. Tehát nem őrzik meg a munkahelyeket, szerintem ezért építettek le a cégek, mert várták, hogy lesz egy erős program, és amikor látták, hogy nincs, akkor elengedték a dolgozóit. Van viszont rengeteg hitel, rengeteg féle hitel. Az klassz, de ugye a hitelt majd később fogják tudni a vállalatok igénybe venni. Ráadásul hallottam azt is szakszereti oldalról, és ez egy fontos és megfontolandó információ, hogy ez a hitel jelentős mértékben azt is támogatja, hogy automatizáljanak a vállalatok, tehát a munkavállalóikat, az elbocsátott munkavállalóikat robotokkal, gépekkel váltsák ki. És a másik probléma pedig az, hogy nagyon sok ember, ha még jó lenne a kormányzati politika, akkor is nagyon sok ember veszteni el a jövedelmét. Ezt a legtöbb európai ország vagy úgy reagált erre, hogy már az eleve magasabb munkanélküli segélyek időtartamát és összegét megemelték, vagy egy sor ország nyújt ebben a helyzetben egyszeri támogatást. Hollandia 4000 eurót, Nagy-Britannia 1000 fontot, tehát azért ezek számottevő összegek az ottani bérekhez képest is. Mondhatom úgy, hogy egy havi bért, vagy egy fél havi bért odaraknak azoknak, akik most elvesztik az állásukat, mert ez egy olyan váratlan válsághelyzet, amit kezelni kell. Egyébként nem csak azért, mert az érintettek rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek, hanem azért is, mert a gazdaságnak is szüksége van arra, hogy legyen vásárlóerő, hogy maradjon meg a vásárlóerő. Most mit mond evel szemben Orbán Viktor? Azt, hogy 3 hónapot tessék eltölteni ezen a nyomorúságos munkanélküli segélyen, és utána majd a piac vagy teremt állást, vagy kaphatsz közmunkát. Mi fog történni? Az fog történni, hogy azok, akiknek mobilis szakmája van, például a vendéglátásban dolgoznak, ahol eddig is nagy volt a munkaerőhiány, azok nem fogják megvárni egyébként azt, hogy majd nem fognak majd közmunkára menni, vagy nem fogják megvárni azt, hogy majd egyébként mi történik velük, hanem el fognak menni, ahogy megnyílnak a határok Nyugat-Európában. Hát már amelyikük tud, és amelyiknek van értelme elindulni. De hát újra fog indulni a Nyugat-Európában. Hát nyilván akik eddig mentek, ezután is megpróbálnak elmenni. Viszont Orbán Viktor nem ezt mondta. És ott, ahol pedig
akiknek pedig a közmunka fog jutni, azok lesznek, akik a legnehezebb helyzetben vannak. Azért azt ne felejtsd, hogy Orbán Viktor nem jelentette be a közmunkát, azt itt Farkas Örs említette, mint egy lehetőséget, hogyha más megoldás nincs. Tehát nem felajánlotta a kormány a közmunkát azoknak, akik munkanélküliek, hanem mint egy menekülő útvonalként kínálhatja, hogyha tényleg nem találnak sehol a piacon máshol állást. Ön mit tenne, vagy a DK mit tenne ezzel szemben? Ugye mi azt mondtuk a gazdasági programunkban, hogy az első és legfontosabb a munkahelyek megőrzése. Ezért nem ilyen feltétel, olyan feltétel részmunkaidős támogatást kell adni, hanem minden vállalkozásnak, akinek most megszűnnek a bevételei, annak a bérköltségek 80%-át oda kell adni. Különösen azért, mert ez segít a kicsiknek. Ott rengeteg munkahely van, ezek meg se jelennek semmilyen statisztikába, mert az 5 fő alatti vállalkozások nem jelennek meg, és például a katások nem jelennek meg egyáltalán az álláskeresők között sem. Tehát ez segíten a kicsiknek is, ott nagyon sok vállalkozás van, és nem csak a vendéglátásban, akik minden bevételüket elvesztették, és a nagyvállalatoknak segítene, vagy közepes vállalatoknak, hogy megtartsák a munkavállalóikat. Másodszor azokat, akik elvesztették a munkahelyüket, vagy akiket fizetés nélküli szabadságra küldtek, azoknak mi azt mondtuk, hogy egy 80%-os állami bérpótlást kell adni ebbe a 3 hónapos időszakba. Körülbelül látjuk, hogy reméljük, hogy ennél nem lesz hosszabb a gazdaságnak a leállása, de legalább ebben a 3 hónapos időszakban, ugyanis a 3 hónap az arra van, hogy a 3 hónapos munkanélküli ellátáson az ember állást keresen. Tehát most nem lehet állást keresni, mert hova vesznek föl embert? A Farkas Ős szerint egy csomó helyen most is munkaerőfelvétel van. Igen, én azt gondolom, hogy ezt Gulyás Gergelytől is hallottam, aki diadalmasan jelentette be, hogy csökkent az üres álláshelyek száma, de azért nem azért csökken, mert felvesznek oda embereket, hanem azért, mert a cégek a romló gazdasági kilátások között nyilván először arról mondanak, hogy új embert vegyenek föl. Az elég kevés esély van arra, hogy ezt a 80%-os bérpótlást a kormány odaadja, mert ezt eddig is a legnagyobb tiltakozással fogadták. Viszont jó néhány olyan eset volt az elmúlt másfél hónapban a védekezés alatt, hogy az ellenzék elképzeléseinek egy részét magukévá tették, és aztán bejelentették. Ön reméli, hogy ebben lesz valami elmozdulás a következő hetekben? Én azt hiszem, hogy valamit kell tennie a kormánynak ebben a dologban, azért hagyj tegyem hozzá, hogy akár az egészségügyi intézkedésekről van szó, például a tömeges tesztelésről, amit 2 hónap késéssel kezdenek el, ha minden igaz, reméljük tényleg igaz, vagy a maszkok kiosztásáról, hogy egy másik ilyen példát mondjak, akár pedig gazdasági intézkedésekről, itt néhány hét, vagy különösen egy hónap csúszás, az rendkívüli károkat okoz. Tehát azok a munkahelyek, amiket nem védett meg a kormány idejében, azokat sokkal nehezebb lesz visszaszerezni. Azt mondja a Nemzeti Bank, hogy legalább 4-szeres idő kell arra, hogy visszaszerezhetőek legyenek ezek a munkahelyek, és jóval nagyobb költségbe kerül. Ha a Nemzeti Bank is ezt mondja, akkor érdemes neki lenne a kormánynak is elhinni, hogy sokkal olcsóbb lett volna megvédeni a munkahelyeket. És ha a kormánynak az a megoldás, ami ma látszik, hogy közmunkát fog kínálni azoknak, akiknek nem lesz munkahelye, az azt fogja jelenteni, hogy aki tud, az el fog menni külföldre, aki nem tud menni, az pedig beleszorul újra abba a közmunkába, ami nem jelent igazi ami pénzügyileg nem biztosítja a megélhetésüket, és egyébként pedig nem vezeti őket vissza a munkahelyre. Ha jól értem, Farkas Ős iménti bejelentését már most elutasítja a DK nevében. Én azt kell mondanom, hogy ha ez valóban ez fog történni, akkor ez egy nagyon rossz megoldás. A DK országgyűlési képviselője, Letó Gergely volt a vendégünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mindjárt folytatjuk.